Három évvel ezelőtt itt Újfehértónál tragédiához vezetett a piros lámpa figyelmen kívül hagyása. Egy traktoros haladt át a jól működő fényjelző tiltása ellenére. Két ellenkező irányból érkező vonat is elgázolta. A mezőgazdasági gép sofőrje a helyszínen meghalt. A vasúti átjárókban történő tragikus balesetek szinte minden esetben elkerülhetőek. A balesetek száma pedig a tavalyi évhez képest növekedett. Idén eddig a MÁV vonalain 22 baleset történt vasúti átjárókban, ez 6-tal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Eddig egy balesete végződött halállal és 4 súlyos sérüléssel járt, a többi esetben is jellemzően anyagi kárral jártak a balesetek. Jellemzően elmondható, hogy a közúton közlekedők, illetve a gyalogosok, kerékpárosok nem tartják be a KRESZ szabályait, tehát annak ellenére hajtanak be a vasúti átjáróba, hogy a fénysorompó berendezést tiltójelzést ad, vagy a sorompórudak le vannak engedve, illetve az András Keresztes vasúti átjárók esetében pedig megállás nélkül, körültekintés nélkül hajtanak be a vasúti átjáróba. A megugró számok miatt a MÁV újra elindította az Érj haza biztonságban elnevezésű kampányát a megelőzés érdekében. A kampány részeként a vasúttársaság a média csatornákon keresztül hívja fel a figyelmet a körültekintő közlekedésre a vasúti átjárókban, illetve a rendőrséggel közösen is szervez kampányokat. Olyan útátjárós ellenőrzéseket, amelyeken jelen van a vasúti társaság biztonsági szervezete és a rendőrség is. Emellett a nyári időszakban a balatoni térség átjáróiban is nagyobb figyelemmel készül a vasúttársaság. A vasúti átjárókkal kapcsolatos közlekedési rendre figyelmet folyamatosan felhívjuk a vasúttársaság online csatornáin, illetve honlapján. Az Érj haza weboldalon, tehát a www.maf.hu/érhaza weboldalon a korábbi balesetekről videók, illetve képes beszámolók is láthatóak, melyek mutatják, hogy bizony komoly anyagi kárral, komoly sérüléssel járó balesetekről van szó. Ezen kívül a MÁV idén indította podcast sorozatát, amelynek egyik része a Gázolások, balesetek a mozdonyvezetők szemszögéből című epizódja is ezzel a témával foglalkozik. Ugyan az idei év egyelőre emelkedést hozott a balesetek számát illetően, tavaly jelentős csökkenést regisztráltak a tavaly előtti évhez képest. 2023-ban 61 baleset volt, amelyekben összesen 9-en haltak meg. Egy évvel korábban 90 balesetben 34-en vesztették életüket. A MÁV szerint a javuló statisztika szerteágazó figyelemfelhívó kampányoknak is nagyban köszönhető.